most Hagyics és Péncél. Hagyicson átjut Péncél. Péncél Juhásszal szemben most már. Péncél még. Péncél lő. Óriási védés Kovácsiktól. Zankovics, Monovo, Paujevic bal oldalon ezúttal. Jobbal a beadás, át a hosszúra, Obina érkezik, vissza tudja fejelni, nagy fejel, és Horváth kikapja valahogy. Na itt a helyzet, az Újpest első komoly gólszerzési lehetősége. Hát Horváth hatalmasat fogott, ráadásul meg is ütötte magát, a kapufával ütközött, majd itt láthatjuk. Obina fejeli vissza, nagy bólintja rá, és bizony kapaszkodnia kellett Horvátnak, aki ráesett aztán a kapufára. Meg volt az egyenlítési lehetőség az Újpest előtt. Ugrai. Ugrai még. Jön a beadás. Ioannidis fejjel, kapufa ott a kipattanó, és sikerül menteni. Óriási szerencséje volt most a Mezőkövesnek, hogy ez nem ment be. Itt az újabb beadás, és ez már egyébként les is lett volna, de át is szállt Ioannidis fejjel fölött, aki a mérkőzés legnagyobb helyzetét hagyta most ki, valamivel több mint fél órát kellett rá várni. Egész egyszerűen lefejelte Katanecet, akinek ez már a második bizonytalansága, olyan, ami nagyon veszélyes Diósgyőri lehetőséget hordoz magában.